Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Köszönjük a hallgatókat ismét, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión. Június 23-án, kedden, 4:15, 1 perccel távoli stúdiójában Ács Gábor. A budapesti hivatalos stúdióban, a Jazzy Rádió stúdiójában pedig Gede Balázs. 06302010909, ez pedig a WhatsApp, SMS és Viber számunk. És Lőpapa ledorongolt, hogy írható nekünk, hogyha nem WhatsAppozunk. Hát én most nem találtam meg a WhatsAppon, mit írt nekünk. De majd megkeresem, hogy ne legyen igaza. És azt mondja, hogy az előbbi SMS is mutatja, hogy a viselkedési formák megváltoztatása önmagában nem elég, ennél mélyebbre kell menni, szemléletmód megváltoztatása szükséges a munkatársaknál. Ugye ez az előbbi üzenetre, aki hallgató írt és megrettent, hogy csak nehogy hallják a főnökei ezt a fajta megoldást, amit itt a Team First rovatunkban emlegettünk, ezt a gemba sétát, ahol a főnök úr vagy asszony körülnéz, hogy mit is csinálnak a beosztottak. Na, viszont ahogy azt beharangoztuk, egy izgalmas testvérpárról fogunk beszélgetni, a mesél a múlt rovatunkban. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Hát és a ferenciekről fogunk beszélgetni, azért így többes számban, mert Ferenci Béni, Ferenci Noémi kerül majd szóba, de lehet, hogy az édesapjuk vagy a bátyjuk is, itt mindenki festett és mindenki művész volt ebben a családban. Úgyhogy Katona Csaba történész hívjuk segítségül ismét, hogy egy picit felevenítsük az alakjukat. Szia, jó reggelt! Várjunk csak, hova lett Katona Csaba? Eltűnt. Igen, el. Hát akkor mindjárt egy fél perc megpróbálom ismét telefon végre kapni. Addig esetleg Gábor, hogyha valamit fel tudsz dobni a hallgat. Hogyne, hát bármit, csak azon gondolkodtam, hogy akkor igazából kezdjek én bele a Ferenciek történetébe, az igazi művész család történetébe, vagy pedig más. Semmiképp, itt lesz Katona Csaba, csak ül egy vonaton, kérlek szépen, és lehet, hogy átszaladtak valami alagúton, vagy valahol, vagy nem tudom én, mi történhetett. Aha. És mindjárt. Uh-huh. Szóval a Ferenciek szentendrei művészcsaládban születtek, és mindketten a maguk művészeti területének a meghatározó alakjaivá egy nagyon érdekes élettörténetük van. Már a nagyobb testvérük is festőművész volt, úgyhogy... Na, elkaptam Katona Csabát röptében, vagyis hát sineken... Kijött a lagútból? Igen. Szia Csaba, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Kiváló. Kiütjük le az akadályokat! Ja, hát ura vagyunk a helyzetnek, abszolút, úgyhogy nem adjuk fel már, csak azért sem, hogy ilyen kiváló művészekről beszélgessünk, mint a Ferenciék. Ez így igaz, tehát itt egy egészen kiváló művész család két tagjáról van szó, de ha megengedtek, egy picit tágabbra állítom a horizontot, mert hát ugye az ikrek, Béni